Isten lakhelye. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent. Ezek vagytok ti. 1 Korintus 3.17. Íme egy ihletett tanács. Mondd határozottan. Időmet és gondolataimat arra szentelem, hogy alkalmassá váljak Isten szolgálatára. Becsukom a szememet a haszontalan és a bűnös dolgok előtt. Fülem az Úré, ezért nem hallgatom meg az ellenség ravasz érveléseit. Hangomat nem állítom olyan akarat szolgálatába, amely nem áll az Isten lelkének befolyása alatt. Testem a Szentlélek temploma. Ezért lényem minden erejét hasznos foglalkozásokra szentelem. Ahhoz, hogy életünket megszentelje Isten jelenléte, a lényünket uraló Isten elvekhez kell igazodnunk. Az egyik orvost felkereste gyermekkori barátja, aki immár az evangéliumot lelki pásztoraként kérte a segítségét. Barátom, kérlek segíts! Tudod, hogy Istennek szentelem az életemet, és nagyon sokat utazom, hogy hirdessem az evangéliumot. És számos egyházi rendezvényeken kell részt vennem. Sokszor megesik, hogy naponta csak egyszer eszem, éjszakánként pedig 3-4 órákat alszom. De most már teljesen kimerültem. Elfogyott az erőm. Kérlek, segíts! Rendben. Felírok neked egy receptet. Szükséged lesz éjszakánként legalább 6 óra alvásra, de ne feledd. Az éjfél előtti órák a leghasznosabbak a pihentetés szempontjából. Emellett szükséged lesz legalább napi 2 étkezésre, amiből a reggeli legyen a kiadósabb. Utána pedig, állj csak meg! Nincs inkább valami gyógyszered? Sokan vágynak egy varázsgyógyszerre, ami megoldana a törvény áthágása okozta következményeket az életünkben. Ehelyett azonban életmódot kellene változtatniuk, hogy összhangba kerüljenek Isten akaratával. Az isteni törvények iránti engedelmesség személyes kötelesség. Tudatában kell lennünk annak, hogy felelősséggel tartozunk Isten előtt a szokásainkért. Éppen ezért nagyon fontos, hogy miként fogom kezelni én a magamat keresztének való ember azt a lakhelyet, amit Istentől kaptam. Meg tudom őrizni a testemet, mint templomot, amiből a Szentlélek beköltözhet, vagy inkább feláldozom magam.